Krisztus szeretetében, kedves testvérek, nagy örömömre szolgál, hogy a mai estén itt lehetek, és együtt készülhetünk erre a szép ünnepre, ami előtt állunk. Szeretném megköszönni a Zsolt atyának, hogy meghívott, és hogy itt lehetek, és közben eszembe is jutott, hogy egy-két évvel ezelőtt egy lelki napon részt vettünk, ahol az elmélkedést tartó lelki vezető feltett egy nagyon érdekes kérdést számunkra. Férfiasan megvallani, akkor nem nagyon tudtunk rá válaszolni, mert az a kérdés az így hangzott elfelénk, hogyha mi takarításra készülünk, és ha le akarunk menni a pincébe, ahol már régen raktunk rendet és rendetlenség van, akkor mi lesz az első dolog, amihez hozzányúlunk, amihez majd hozzáfogunk és majd meg fogjuk tenni. Ezt a kérdést szeretném önöknek is föltenni, hogy mint gyakorló háziasszonyok, mint azok, akik segítenek a családban jelenlévő férfiak, önök mit tennének, mielőtt rendet kezdenének rá? Mi a feladata az ember? Mi lenne az első dolog, amihez hozzányúlnánk? Hadd halljam. Világosságot kapcsolna. Tessék elképzelni, én ezt a történetet már elmondtam legalább tízszer. Ön az első ember, aki azt mondta, hogy világosságot kapcsolna. Mert mindenki arra szokott gondolni, hogy hát akkor előkészíteném a seprűt, vagy a vödröt, a felmosó porszívót, elpakolnám a dobozokat. Mi is hasonlókat mondtunk egyébként, akik, hogy jelen voltunk papok. És ez a lelki atya azt mondta, hogy igen, világosságot kell gyújtanunk. És ez a három nap, ez az előkészület erre a szép ünnepre, egyfajta rendrakás kell, hogy legyen az életünkben. És nem csak a Szentírás olvasása, nem csak az imádság lehet egy ilyen alkalom, hogy mi lélekben fényt gyújtunk az életünkben, hanem az elmélyült keresztény életnek az átgondolása is egyfajta világosság gyújtása mi életünkben. Nagyon-nagyon nagy szükség van rá, kedves testvérek, mert biztos vagyok benne, hogy mindannyiunk életében